Egy, kettő, három! Háromra szórták a játékpénzeket Orbán Viktor felcsúti háza előtt. Vágó Gábor, a Magyar Korrupció Ellenes Szövetség elnöke vezényelte az akciót. Az a célunk a mai rendezvényen, hogy fölhívjuk a figyelmet a rendszer szintű korrupcióra, és hogy ennek a központja felcsúton van. Így dőlnek el a Magyarországot érintő legfontosabb kérdések a felcsúti arénának a VIP páholyában, és nem pedig a parlamentben. A Korrupció Ellenes Szövetség a mai napon kezdte volna meg a népszavazási aláírások összegyűjtését. Az Országos Választási Bizottság ugyanis helyben hagyta a kérdésüket, amely szerint a jövőben 5 helyett 12 év után évülnének el a korrupciós bűncselekmények, csak hogy az utolsó pillanatban egy magánszemély megtámadta az engedélyt, így a kúriának 90 napja van dönteni arról, hogy lehet-e népszavazás az ügyben. A tüntetők a Pancsó arénától, illetve Orbán Viktor házától Mészáros Lőrinc háza felé indultak. A rendőrök egy tüntetőt kiemeltek a tömegből. Ön engem erről nem tájékoztatott, ellenben fölkent a kerítésre. Megfogta a csuklómat, felnyomta. A férfit a rendőrségi buszban igazoltatták, aztán elengedték. Üdvözöljük a soros fiúkat! Ez a Molinó fogadta a főúton a tüntetőket. A Fidesz frakció szóvivője szerint is Soros György áll a háttérben. És tudjuk, hogy a soros hálózat az mindenhol, minden eszközt bevet, hogy a magyar kormány bevándorlás politikájára nyomást gyakoroljon. Itt is egy ilyen eseményről van szó. Ne gondolják, hogy másról. Végső soron mindig erről van szó. Az ellenakciót a helyi Fidesz szervezte, ott volt Teseli Zoltán, fideszes országgyűlési képviselő is, akit a korrupcióról kérdeztünk. Szerinte annak idején Andrássy Gyula miniszterelnök is arra panaszkodott, hogy korrupcióval vádolják. Gondoljunk vissza, hogy Andrássy Gyula idejében mi minden épült. De most, hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt 6 évben... Most már tudjuk, hogy Andrássy Gyulának mi a véleménye a korrupcióról, igen? De az öné micsoda? Hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt években mennyi minden épült, akkor ha most korrupció van, akkor mi volt 2010 előtt, uraim? De akkor most van? Én erről nem tudnék önnek mondani. Én nem tudom. Nem tudja, hogy van-e? Van. Én öntől kérdezem, van. Ha ön szerint van, és tud róla, miért engem kérdezte? A demonstrációval egy időben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is ellentüntetést tartott ugyanott. A viccpárt a demokratikus korrupcióért állt ki. Hogy nem a korrupcióval van a baj, hanem hogy még mindig nem tökéletesen működik a korrupció. Tehát továbbra sem lehet leírni az adóból a korrupcióra költött pénzt, továbbra sincsen minőségbiztosítás a korrupcióra. Mészáros Lőrinc házánál pogácsával és vízzel várták a tüntetőket, akik ott is papírpénzeket szórtak, majd felszálltak a kisvasútra. Nem sokkal adásunk előtt az állomás mellett beszédekkel ért véget a tüntetés.